Hello, sziasztok! Na, megnézem, hogy ki működik. Na, reméljük, működik azért. Na, Isten hozott mindenkit, egy pillanatra várunk, hogy mások is észrevegyék, hogy igen, indult az élő. Újra kellett telepítenem mindent, hogy újra, hogy induljon, nem, valamiért nem működött. Úgyhogy Isten hozott titeket. Sziasztok! Na, gyűlünk szép lassan. Remélem, jól hallotok. Itt vagyunk vasárnap reggel, és Jézus feltámadását ünnepeljük. Ez az olyan nagyszerű dolog. Még nem is volt az életemben ennyire mély ez a dolog, mint most ezen a húsvétkor Jézus feltámadása, mert hát elég sokat gondolkodtam ezen itt most az elmúlt napokban. Úgyhogy imádkozzunk, és aztán Isten igéjéből egy-két gondolatot megnézünk, és most gyönyörűen süt a nap. Itt vagyunk a kertünkben. Itt van egy-két nagy kabátba burkolózott ember körülöttem. Na, imádkozzunk. Drága Istenünk, dicsérünk téged. Köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük neked ezt a mai reggelt. Köszönjük neked azt, hogy elvégezted értünk a munkát, ami a megváltásunkhoz szükséges volt. Köszönjük azt, hogy eljöttél erre a földre. Köszönjük azt, hogy az életedet adtad értünk. És köszönjük Istenünk, hogy nem maradtál a sírban, nem maradtál a halálban, hanem legyőzted a halált, és áldunk téged, drága Jézus, mindezekben. Dicsérünk téged, Isten. Kérünk téged, hogy adj gondolatokat nekünk. Imádkozunk, Isten, hogy frissíts fel minket ebben az életben, a te életedben, ezekben a napokban, a feltámadási életben, mert feltámadtál, hogy nekünk is életünk legyen. Köszönjük neked, drága Istenünk. Uram, köszönjük azt, hogy minket sem hagytál a halálban. Nem részesülhetünk a te életedben. Köszönjük, hogy te vagy a világ világossága. És eljöttél a földre, hogy nekünk is világosságunk legyen. Köszönjük neked, drága Isten. Te drága szent nevedben. Ámen. Nézzük meg néhány verset, ami Krisztus feltámadásáról szól, és hogy érdekes ez, mert azt gondolom, hogy sokat beszélünk arról, hogy Jézus meghalt értünk, hogy kifizesse az árat a bűneinkért. De talán nem is értjük annyira, hogy az ő feltámadásának milyen hatalmas jelentősége van itt az egész világegyetem számára, és tényleg nem viccelek, az egész világegyetem számára, az egész valóság számára, és aztán természetesen mi saját személyes életünkben is, akár nap mint nap a személyes életünkben. És lapozunk Róma 1-4-hez először. És én oda fogok lapozni majd mindig minden vershez, úgyhogy kisebb időt igénybe vesz. Azt mondja, hogy
hogy a mi Urunk Jézus Krisztus felől, akit a halálból való feltámadás által a Szentség Szelleme hatalmas erővel Isten fiának bizonyított. Ugye, ez egy nagyon fontos dolog, hogy abban, hogy Krisztus feltámadt. Ugye, mi lett volna akkor, hogyha ha Jézus prédikál, ha Jézus elmondja azt, hogy ő Isten, az, hogy van egy örökké valóság, az, hogy Isten mindenen felül áll, és aztán meghal és úgy marad. Akkor bizonyította volna azt, hogy mit mond az igaz. És a válasz az, hogy nem. Szükség volt is Krisztus feltámadására arra, hogy megmutassa az ő valóságát, hogy ő tényleg Isten. Az, hogy megmutassa az, hogy egy sokkal nagyobb dolog létezik, mint sem az, hogy fizikai élet és fizikai halál. Mert ugye arról beszélt nekünk, hogy van egy nagyobb élet, és ez pedig a szellemi élet. Az, hogy van egy nagyobb királyság, mint sem ez a földi lét, és ez pedig Isten királysága, a mennyei királyság. És ez pedig igenis nagy szükség arra, hogy Krisztus feltámadjon, hogy bizonyítsa ennek az egésznek a valóságát, amiről beszél. Aztán a következő vers, amit elolvasunk, az Róma 4-ben van. És itt a 25. vers, ami azt mondja, hogy aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Azt mondja, hogy ugye a bűneinkért adatott halálra, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Elsőre ezt lehet, hogy így nehezen érthetjük, hogy igazán mit jelent ez, ami ide van írva, de jól kell értenünk ezt a szót, hogy mit jelent az, hogy megigazulás. És azt az oldalát, vagy gondolom azt mondja a régebbi Károly, hogy a mi igazságunkért, megigazulásunkért, jó, akkor ugyanezt mondja. Tehát jól kell értenünk, hogy mit jelent ez az egész szó, és természetesen azt az oldalát talán értjük, hogy Isten igazzá tett minket, de ezen sokkal többről beszél, sokkal többről beszél az, hogy mi igazak vagyunk. Mert valójában ez gyakorlatilag az ember isteni állapotáról beszél. Ez arról beszél, hogy Jézus lehetővé tette azt, hogy mi részesüljünk Isten természetében. És ugye erről szól a megigazulásunk, hogy ugye ő meghalt a mi bűneinkért, hogy kifizesse a mi bűneinkkel árát, de aztán pedig ugye nagyon fontos volt az, hogy részesülhetünk valamiben, ami Istené, és hogy létrehozta a feltámadási életet. Azzal, hogy feltámadt, azt mondta, hogy figyeljetek, ez az élet, amiben ti majd biztosulni fogtok. Mindjárt ezt meg egy picit jobban meg fogjuk érteni, megnézzünk mindjárt több verset. Méghozzá itt van, egy kicsit tovább lapozunk itt Rómában, akkor itt van a 4. vers, a 6. fejezetben, Róma 6, és ezt mondja, hogy eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert 5. vers, mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint egyé lettünk vele, úgy feltámadásáé szerint is egyé leszünk. Aztán itt a 9. vers.
tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen tekintsétek magatokat úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ugye, itt sok mindent mond. Ugye feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, hogy mi is új életben járjunk. Ugye, hogy Krisztus meghalt, és ezáltal ugye az óemberünk is megfeszítetett. Krisztus meghalt, ami azt jelenti, hogy vele együtt nekünk is a régi életünk meghalt. Krisztus meghalt, hogy lássuk azt, hogy a régi, amit jól ismertünk, az emberi, az vele együtt meghalt, és hogy van egy másik élet, és ez nem más, mint Krisztusnak a feltámadása utáni dicsőséges élete, és hogy ez az az élet, amit Isten nekünk adott, ugyanis miután feltámadt, ugye, utána elküldte az ő szellemét. Kinek a szellemét küldte el? Az ő saját szellemét, ugye? Tehát mi nem csak hogy így Isten szellemét megkaptuk, persze a Szent Szellemet, hanem ez fontos, hogy ez Krisztusnak a saját szelleme. Tehát ami Krisztusban volt, ami Krisztusnak adta a nagyobb életet, ugye, ez az a dolog, amit belénk helyezett. És emiatt nekünk egy új életünk van. És ez nagyon fontos, hogy megértsük ezt, hogy a mi életünk az nem az, mint amit ismertünk születésünktől fogva, hanem Isten egy teljesen újfajta dolgot adott nekünk. Isten egy teljesen újfajta életet adott nekünk, és ez pedig az ő saját életek. És igazából a feltámadás által mutatta meg ennek a valóságát, és az, hogy ahogy ő feltámadt a halálból, és legyőzte a halált, ugyanez az élet uralkodik. Hogy most már az az élet, ami mi bennünk van Krisztus által, az is nagyobb, mint a halál. Ugye nagyobb, mint a halál. És nyilván mindig is tudtuk, hogy az életünk az nem ér véget a halállal. Mármint úgy mindig is tudtuk, hogy még akkor is, amikor nem voltunk hívők, igazából a szívünkben tudtuk azt, hogy az ember élete az nagyobb. Az nincs vége a halállal. De most nekünk Isten egy olyan életet adott, ami uralkodik mindezek felett. Ami uralkodik mindezek felett. És hogy a mi életünk, ami Krisztus élete, ugye, ami Krisztus élete, és ez az, ami most bennünk van, ez most nincsen ezekhez a fizikai korlátokhoz kötve. Még akkor is, hogyha néha úgy tűnik, mintha annyira valóságos lenne az, hogy itt vagyunk egy testben, és hogy ennek a testnek vannak nyomorúságai, például fáj ez-e az a, főleg, hogyha egyre öregebb ez a test, de hogy vagy nem működik jól bizonyos szempontból, de mégis a mi szellemünk az megújul nap, mint nap. Lehet, hogy a testünk az megromol, de a szellemünk megújul. És ennek a valósága az, amely egyre inkább uralkodik a mi életünkben. És ez itt az annyira fontos és annyira dicsőséges dolog. És ez az, amit Krisztus megmutatott. És nem csak megmutatott, hanem létrehozott a mi feltámadási életünket ő benne. És igen. Azon gondolkozom, hogy még talán olvashatnánk egy-két verset, hogy csak amiatt, hogy Isten beszédeit szóljon hozzánk. Igen, itt van 1 Korintus 15-ben, nézzétek!
Igazából ez a vers ez hasonlít nagyon ahhoz, amiről az elején beszéltünk. És egy Korintus 14. vers azt mondja, ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Ugye ez itt megint arról szól ez a vers, hogy ha Krisztus nem támadott volna fel, akkor az egész hitünknek nincsen semmi értelme. Akkor semmi értelme. Mert akkor, hogyha Krisztusnál vége volt a történetnek azzal, hogy meghalt, akkor ez az egész örök élet, meg a mennyország, meg minden, meg az, hogy Isten hatalmasabb, mint a halál, és hatalmasabb, mint a fizikai dolgok, hatalmasabb, mint a mi korlátozott életünk. Ennek az egésznek nincs, és az, hogy ő minket ebbe az életbe visz át az ő életébe, akkor az egésznek nincsen semmi értelme. Úgyhogy tényleg Krisztus az ő feltámadásával pecsételte el ennek az egésznek a valóságát és igazságát, és annak a hatalmas örömeit, hogy tényleg legyőzte a halált. Ugye? Az, hogy Isten az a dolog, és néha egyébként olyan megszokottak tudunk ezzel lenni, persze Jézus legyőzte a halált, meg minden, de gondold el, hogy nekünk van reménységünk. Ugye élő reménységet adott ezáltal nekünk, hogy feltámad. De hogyha nem lenne ez a reménységünk, akkor ott van az, hogy várjuk a halálunk napját, és hogy ott tudjuk, hogy ott vége van, és nincs több, és nincsen semmi reménység. De hogy pontosan az ő feltámadásával, és ez itt van egyébként 1 Péter 1.21-ben, nézzétek! Azt mondja, hogy mindjárt olvasom. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott néki, hogy a ti hitetek és reménységetek Istenben legyen, itt ezt mondjuk, tehát, hogy reménységetek legyen. Ugye, hogy ezáltal van reménységünk abban, hogy az életünk nem csak ez, amit itt látunk, nem csak ez a kis fizikai korlátokba tett dolog, hanem valóban lehet életünk Istennel, az ő feltámadási élete, és ez az, amiben ő minket belehelyezett. Itt 2 Timóteus 1.10-ben van még egy nagyszerű vers. Azt mondja, olvassam a 9. verset is, de csak amiatt, mert annyira jó. Sajnálom, jó, ilyen jó verseket olvasni. Azt mondja, hogy aki megtartott minket, és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint. Hála Istennek! Most gondoljátok el, amikor itt beszélünk a feltámadásról, hogy hogyan beszélhetnénk az ember munkájáról. Olyan hatalmas a különbség az ember cselekedetei, és az, hogy Isten legyőzi a halált, és legyőzte a halált a mi életünkben is. Ez egy olyan akkora távolság. Hogyan beszélhetnénk az embernek bármilyen jóságáról, vagy cselekedetéről, amikor Isten az, aki feltámaszt. És azt mondja, hogy nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint hívott minket, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Ugye nekünk adatott Isten kegyelme örök idők előtt, nem a mai nap performance alapján, hanem örök időknek előtte nekünk adatott ez a dolog. És azt mondja, hogy megjelent pedig most a mi üdvözítőnk Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált,
világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által. Látjátok, ez itt a nagy dolog, hogy eltörölte a halált, hogy eltörölte a régi életet, mert az önmagában a halál volt, az önmagában a halál élete volt, és ezt eltörölte, és hogy mit hozott világosságra? Mi az, amit behozott az életünkbe? Ugye az életet, a valódi élet, amit mutatja a feltámadás is, ami, hogy sokkal nagyobb, mint a halál, sokkal nagyobb, mint a fizikai dolgok, mert nekünk egy igazi életünk van Istennel, egy szellemi életünk van Istennel, és ez pedig, és Jézus pedig világosságra hozta ezt, és a halhatatlanságot az evangélium által. Drága testvérem, hogy mi halhatatlanok vagyunk, és nekünk egy halhatatlan életünk van, és ma itt felkelek, és itt van ez a mai nap, és nem, sokszor belerakom magamat abba a kis helyre, hogy mint hogyha a halál uralkodna rajtam. Mint hogyha a halál uralkodna az életemen, a gondolkodásomon, a mindennapjaimon, ahogy döntéseket hozok, ahogy tervezem a dolgot. Mint hogyha ez a fizikai dolgokhoz lenne kötve. Mint hogyha e világnak a dolgaihoz lenne kötve. És hogy, mint hogyha ez uralkodna. De figyelj, életünk van. Életünk van. Isten élete van bennünk. Isten élete van bennünk az ő szelleme által. Az ő beszéde az, ami ennek a benzine, ami működteti a mi szellemünkben az, hogy ez az élet nyilvánvalóvá legyen benne. És azt mondja is a halhatatlanságot, hogy mi halhatatlanok vagyunk. A mi életünk a halhatatlanságban van elrejtve. És ez a valóság. És ez az, amit Krisztusnak a feltámadása így berobbantott ebbe a világba, hogy valóság, hogy vége van a halál és a fizikai dolgok uralmának az életünkben. Vége van a fizikai dolgok uralmának, és helyette Isten valósága, örökké valósága, halhatatlansága, csodája az, amely működik a mi életünkben is. És ebbe hív minket Isten nap, mint nap. Ebbe az életbe, ebbe a valóságba, ebbe a dicsőségbe, ebbe a feltámadott életbe, és hála Istennek. Hála Istennek. Élővé tett. Kolossé 2.12.13 azt mondja, hogy vele együtt mi is élőké lettünk. Élővé tett minket Isten. Hála Istennek ezért. És sajnán nagyszerű, csak erre gondolok, hogy ezekben a napokban is az igazi életben élhetek. Az, hogy bátorodhatok Isten életében, és láthatom azt, hogy egy jóval nagyobb életem van, mint sem az, hogy rendet kell tenni a lakásba, meg el kell végeznem a kis munkámat, hanem dicsőség van az életemben Isten. Isten miatt, Isten élete miatt, és Isten valósága van az életemben. Köszönöm a figyelmeteket, sokan felkeltetek így reggel, hogy együtt örvendezzünk ebben az új életben, Krisztusnak a feltámadásában, és hogy elhozta nekünk ezt, elhozta ezt az új életet nekünk, a mi életünkben, az ő dicsőségére, és hogy a mennyben élünk, a mennyben élünk. Hála Istennek, Krisztus feltámadt, és vele együtt mi is feltámadtunk egy új életre. Többé most már nem magunknak éljünk, hanem Istennek, és Isten életével éljünk. Úgyhogy imádkozzunk, jó? És aztán befejezzük. Drága Urunk, dicsérünk téged, és köszönjük azt, hogy feltámadtál, és köszönjük azt, hogy életre hívtál el minket. Köszönjük azt, hogy hitre hívtál el minket. Köszönjük, hogy egy feltámadási életre hívtál el minket, ahogy te feltámadtál és legyőzted a halált, úgy a mi életünkben sem a fizikai és nem a halál uralkodik, hanem az élet és a világosság. Köszönjük neked, drága Jézus. Dicsérünk téged, és kérünk téged, hogy
tényleg ezekben a napokban ezzel az örömmel tudjunk élni a te világosságodban, te valóságodban. Köszönjük neked, drága Istenünk. Áldunk, Urunk. Na te drága szent nevedben. Amen. Isten áldjon titeket, drága testvérek.